Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek meghallgatni bennünket, annak ellenére, hogy ma péntek 13-a van, és az előadók heten vannak, mint a gonoszok. De azért reméljük, hogy nem vagyunk gonoszok. Eredetileg a Neumann Társaság kérése az volt, hogy 1998 és 2010 közötti APEC történetet ismertessünk, de mi úgy gondoltuk, hogy akkor már érdemesebb lenne a kezdetektől tartani, és fel is kérném Polgár Pétert, kollégánkat, hogy tartsa meg az első ismertetést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, számos ismerős arcot látok, és engem ért az a megtisztelő poszt, hogy 88-as kezdetekről elmondjam azt, hogy mire emlékezünk, de én bízom benne, hogy ez másokban is, akik szintén itt ülnek a teremben és alapítók voltak, azok hasonló érzéseket váltanak ki. Én nagyon rövid leszek, mert ilyen képeket és ilyen anyagokat nem találtam, de nagyon igyekeztem összeszedni mindazt, ami az APEH világa sorozatból ezt az időszakot érintette. Az, hogy én voltam elnök helyettes is, az tulajdonképpen egy rövid időszak volt, jellemzően elsőfokú adóhatóságnál töltöttem el közel a 30 évből mondjuk 28-at. Ez az időszak, amit mondjuk sikerült összeraknom úgy, hogy előre bocsátanám, hogy én nem informatikával foglalkoztam, tehát én a felhasználói oldalról ismertem, és tudtam azt, hogy mi az, ami az adott időszakban főképpen az elsőfokú adóhatóság munkáját tudja támogatni, azoknak a céloknak az eléréséhez, ami akkor és ott végül is a pénzügyminisztérium megfogalmazásában hát került le hozzánk. Igen, 88-ban volt ez az adóreform, 87-es törvények az személyi jövedelemadóról, az áfáról és az adózás rendjéről jelentek meg. Ezek, én most megnéztem őket, és hát nagyon rövid és kicsi tömör törvénykék ahhoz képest, hogy milyen életútja volt mondjuk az áfa törvénynek, ha valaki ezt felidézi. Nagyon egyszerűnek tűnt akkor még minden. Többek között az SCA, az gyakorlatilag ugye akkor varázsolt belőlünk adófizető polgárokat, és hát valóban azok az előbb említett csomagok, azok papíralapon működtek. Minden papíralapon működött. A jogelőd intézmények az a három volt, és gyakorlatilag a legnagyobb tapasztalattal, majd 20 éves tapasztalattal a PM ellenőrzési főigazgatósága rendelkezett, és igazából az ő múltjuk határozta meg az adóhivatal kezdeti profilját és arculatát. Jellemzően a dokumentális ellenőrzés módszertana volt az, ami később utólagos ellenőrzésként is bevonult a köztudatba. Gyakorlatilag ebben az időszakban összesen talán olyan 87 000 adóalany volt nyilvántartva, főképpen állami vállalatok, szövetkezetek, illetve költségvetési intézmények. Az adóhivatal ebben a formájában 6350 fővel alakult akkor meg, egy háromszintű szervezet, megtűzve az adóelszámolási irodával. Az igazgatóságok foglalkoztak ugye akkor a gazdálkodókkal, a felügyelőségek a magánszemélyekkel és egyéni vállalkozókkal. A szervezet megőrizte azt az ágazati struktúrát, ami korábban az ellenőrzési főigazgatóságnál működött. Ez azt jelentette, hogy ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és költségvetési főosztályok léteztek, illetve ellenőrzési szekciók. A magánszemélyek és a kisiparosok, kiskereskedők, ők gyakorlatilag ugye a megyei adómegállapítók, illetve az illetékhivatalok ellenőrzési tapasztalataival kerültek be a szervezetbe. Külsős szerződéses partnereink abban az időben a SZÜV volt, ők a bevallások feldolgozását végezték, illetve a PSTI, aki az alaprendszerek működtetésére szerződött. A Videoton külső szállítója volt azoknak a, hát még X286-os szervereknek, amit munkaállomásként használatba vettünk. Meglepő módon az a 87 000 adózó, aki ezen az ábrán talán látszik. Tehát 87 000-ről indultunk, és nagyon meredeken emelkedett az 1988-89-es évben, mert az adózók száma az ebben az időszakban elérte, illetve meghaladta az 1 milliót, úgy durván majdnem, illetve a különböző befizetések, illetve pénzforgalmi tételek számossága, az pedig meredeken kilőtt. Igen, ezt látjuk itt most. A következő az pedig, hogy milyen alaprendszereink voltak akkor és ebben az időben. Az adóalanyok nyilvántartására az adószám, ami beszédes volt már akkor is, és a mai napig megmaradt ugyanabban a formájában, főképpen a gazdálkodó szervezeteket, illetve egyéni vállalkozókat, esetlegesen áfaköteles magánszemélyeket jelentette, és gyakorlatilag a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó, tehát azok a magánszemélyek, akik csak 1000 voltak érintettek, őket a személyi szám azonosította hosszú időn keresztül. Az SZIA bevallások feldolgozása az egy hagyományos papíralapú és köteget a SZÜV gyakorlatában nem elsőként alkalmazott technológia volt. A mi számunkra akkor jellemzően, hát vadonatúj volt, különös tekintettel a számosságára. Az ebből származó kötelezettségek, azok folyószámlára könyvelve már a PSTI-be kerültek. A PSTI biztosította az adóalany törzsek és a folyószámlák vezetését. Én még emlékszem arra a hangra is, amikor ezek a betárcsázós ilyen kézi modemek, igen, betárcsázók modemek voltak, amin keresztül el lehetett érni ezeket az állományokat. Nem voltak túl gyorsak, de a számunkra az is akkor nagyon korszerűnek tűnt. Az igazgatóságok azok gyakorlatilag ugyanúgy, mint a felügyelőségek, az ügyirat nyilvántartással küzdöttek, mert hogy azt papíralapú könyvekkel kezdtük, tehát az a hagyományos alszámos iktatás létezett akkor, és PC-ken igyekeztünk valamilyen módon ezt követhetővé tenni. Tehát az első igazgatósági fejlesztések, az én véleményem szerint ezek a nyilvántartások, illetve programok lehettek. Ez körülbelül így ment 92-ig. 92-ben gyökeresen változott meg a szervezet, és a hivatali központ és a megyei igazgatóságok kettő szintű szervezetet alkotva alakultak át. Ennek elsődleges oka az volt, hogy erőforrás hiányossá vált már akkor is a szervezetünk, másrészt pedig egészen, tehát attól a struktúrától eltértünk, hogy ágazati szinten próbáltunk kezelni adózókat, funkcionális jelleggel lett átalakítva az egész. A 92 évi jelentős változás még a PM pénzügyi és számítástechnikai intézete és az adóelszámolási iroda egyesülése, ami egyúttal informatikai elnök helyettes kinevezésével is együtt járt. Az igazgatóságokon is megjelent akkor a számítástechnikai osztály. Ez volt az első ilyen formában megjelenésünk. Ami lényeges volt, hogy a jelentős változások következtek be, ez mondjuk inkább már a későbbi 93-94-es időszakban az ellenőrzés területén, tehát elvesztette dominanciáját az utólagos helyszíni ellenőrzés, ami abban az időben oly módon visszaesett, hogy mindössze 8%-át tette ki az ellenőrzéseknek. Megszaporodtak ezek az előzetes adatszerzések, a célellenőrzések, illetve a kiutalás előtti ellenőrzések is, amit ekkor már igyekeztünk valamilyen módon informatikával is támogatni. Az, hogy dinamikusan bővült az adó, illetve az adatfeldolgozásunk, az egyúttal az adóalanyok számosságának jelentős növekedését is magával hozta, illetve hát ez okozta. Ebben az időszakban már körülbelül 5,5 millió adóalanyt kezeltünk, ebből 4,3 volt SZIA-s, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 1,2 millió vállalkozás volt aktív és élő. De már nem csak élők voltak, hanem voltak köztük megszűntek is. Az áfa bevallások számossága is jelentős volt, meghaladta a 2 milliót, és ez főleg statisztikai alapot is jelentett a pénzügyminisztérium számára. Az adótartozások megjelenése és annak kezelése, a behajtás és a végrehajtási munka elkülönített területen történő megjelenését is eredményezte. 94-ben már megfogalmazódott az alkotmányossági aggály, hogy az adóalanyok azonosítására bevezetett személyi szám az nem alkalmas. Ezt állítólag volt ilyen is, azt mondták, hogy egy alkotmánybírónak a személyes ügye indikálta. De a lényeg az, hogy ebben az időben kellett minden egyes személyi jövedelemadó köteles adóalanynak adóazonosítót bevezetni, ami egy adott dátumtól eltelt időnek tehát ez is egy beszédes szám igazából, csak megfejteni nehéz, egy adott dátumtól eltelt idő és egy sorszám kombinációja. Ami még szintén lényeges volt, hogy az adóigazgatóságok között ebben az időszakban már lehet, hogy megvolt, erre most nem pontosan emlékszem, hogy ugye volt-e már olyan oldalági kapcsolat, ami a törzsadatokat lekérdezhetővé tette, úgynevezett idegen megyéknek is. Ebben már úgy nagyjából a határán járhatunk, de erre azért volt nagy szükségünk, mert hogy az adóalanyok illetékesség szerint ugye nem nagyon maradtak meg örökre, hanem elindultak. Nagyon sokan indultak el a főváros irányába, mert hát ott a számosság okán kevesebb figyelmet kaphattak. Ami még szintén célkitűzésként szerepelt, az a kötelezettségadatok minőségének a javítása, mert hogy a kötelezettségadatokhoz ugye számos helyről került fel könyvelési adat, nem kizárólag a bevallásokból, illetve a bevallások egyszerűsítése már ebben az időben is célkitűzés volt, mert hogy adattartalmuk mindössze 5%-a jelentette azt a kötelezettséget, adókötelezettséget, ami a folyószámlára fölkerült. Igen, ekkor egy végső kétségbeesésében szerintem a hivatal az emberi források határára érve intenzív technológiai fejlesztés szükségszerűségét felismerte, és az APEH ettől kezdve egyértelműen a jövőjét az informatika fejlesztésére alapozta. Ehhez járult hozzá a Világbankkal kötött szerződés, illetve 94-ben a digitál gyártmányú gépek beszerzése. Ez, hát ugye a dinamikus szó az nem fejezi ki teljes egészében a valóságot, de az igazgatóságok túlélés reményében, ezt mondhatom, rettentő sok program fejlesztésébe kezdtek bele. Ebben az időszakban jelent meg, és köthető az AKP-nak az dokumentumain ez a kis logó, amivel ma is. Tehát, hogyha az AKP semmi más nem lett volna képes elérni, azt elérte, hogy ma is minden egyes nyugtán gyakorlatilag, amit pénztárgéppel előállítanak, azon ez a logó szerepel. Ez ugyanúgy ehhez a 94-es időszakhoz köthető, tehát akkor jutott el odáig a pénzügyi kormányzat, hogy a pénztárgépek bevezetése mellett döntött, de azért az megjegyzendő, hogy azok a pénztárgépek, azok már messze nem, vagy a maiak nem hasonlítanak ezekre. Tehát nagyon, mondjuk úgy, hogy egyszerű fapados gépek voltak azok, de a logó az megmaradt, és egy 9 jegyű azonosító is mögé. Ami jelentős volt, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen egyedi az adóhivatal életében, hogy ez az LTU projekt, ez az AKP keretei között létrehozta a KAIG-ot, ez a Large Taxpayer Unit rövidítése, és igazából ugye 96. január 1-től egy olyan szervezeti egység jött létre, ami méretezett volt. Tehát méretezett volt erőforrásait, és az ehhez tartozó, mondjuk úgy, hogy adózói kört tekintve is. A jelentősége abból adódott, hogy az a 470 adóalany, aki akkor ide bekerült, az az összbevételeknek 27%-át jelentette, tehát az adóbevételek 27%-a, Jó van. 27%-a tartozott hozzájuk, illetve a másik 3 fővárosi igazgatósággal együtt, akik szintén részesültek ebből a közel 1500 fős bővítésből, az adóbevételek 58%-át birtokolták. Ebben az időben már a területi ügyfélszolgálatok fejlesztése oly módon kezdődött, hogy nem egyszerű felvilágosítással, hanem hálózati eszközökkel is rendelkeztek részlegesen, és érdemi tehát az érdemek érdemi ügyintézést tudtak elvégezni. Ez az időszakhoz kerül még hozzá 96-tól az SCI 1% feletti, SCI 1,2%-ának a rendelkezési jogosultsága, ami az adózók kezébe kerül, azt sikerként könyvelhetjük el, hogy ezt megoldottuk, de 1 millió meghaladó adózó nyilatkozott akkor az első évben. Az már viszont nem, ahogy azt mi kezeltük, ugye a jogi előírások, mondjuk úgy, hogy keretei között, tehát az adótitok az mondjuk már eltörpült ahhoz az eljáráshoz képest, amit az 1%-os rendelkező nyilatokkal tennünk kellett. Aztán nem sokra rá megjelentek az adó- és jövedelemigazolások, és ezeknek a felhasználása, ami az adótartozás meglétét vagy meg nem létét, tehát különböző pályázatokhoz és egyéb állami kifizetésekhez kötve számosságában nagyon leterhelték az adóhivatal ezzel foglalkozó részeit, de Isten igazából előrevetítették a köztartozás fogalmának megjelenésével azt, hogy változás következik be, ami be is következett. 96-ban megalakult a kincstár, és ettől kezdve a köztartozást azt gyakorlatilag az adóhivatalhoz fokozatosan integrált szervezetek, hát először a végrehajtást kaptuk meg, az az igazság. 96-ban felmerült annak az ötlete is, hogy a vámhatósággal egybe tolnak minket, de ezt akkor még megúsztuk. Ezt elvetették, de bizonyos vámtartozásoknak a behajtása és végrehajtása az már akkor átkerült a hivatalhoz. Ettől nem sokkal voltunk távolabb Jó, azt gondolom, hogy nem elég volt. Nem, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok belső típusú szolgáltatást nyújtottunk már ebben az időben különböző költségvetési intézményeknek, és nem sokkal később ugye a TB-vel sikerült egy teljes integrációt végrehajtani, ami hát azt mindenki döntse maga, hogy mennyire volt jó vagy nem jó. Mármint hogy az adóhivatalnak. Jó. 3 nevet szeretnék még megemlíteni zárszóként. Minarik György nevét, aki 91-től 94-ig volt az APEH elnöke, és az a struktúra, ami 92-ben kialakult, és végül is azt mondhatjuk, hogy az ő nevéhez köthető, ez részben vagy egészben még a mai napig is él az adóhivatal berkein belül. Sobodi Sándor volt a KAIG első igazgatója, és az AKP adóigazgatási korszerűsítésének az adó, mondjuk igazgatási vonulatát azt ő kísérte végig, és Poti Imrénét, Poti Magdit, aki a PSTI-ben gyakorlatilag apja, anyja, nagyszülője, mindenese volt az APEH folyószámla rendszerének egészen hosszú ideig, nyugdíjba vonulásáig. Ma már nincs velünk. Köszönöm a figyelmüket!